Munkahelyen, egészségügyi intézményben, iskolában, közterületen és például vendéglátóhelyen ellenőriztek a szakemberek. A Népegészségügyi Szervezet munkatársai 2 héttel ezelőtt kezdték el akciójukat, amelynek keretében majdnem 300 vizsgálatot végeztek. Még munkaidőn túl is ellenőrzéseket végeztek. Szabálytalanságra mindössze 1-szer bukkantak, de erre az intézkedésre is csak rossz jelölés miatt volt szükség. Mindössze 1 olyan kisebb súlyú szabálytalanságot tapasztaltunk, ami a nem megfelelő jelölés következtében került észlelésre, és amire nagyon büszke vagyok, hogy ilyen sok ellenőrzés mellett egyetlen 1 alkalommal sem tapasztaltunk tilos helyen dohányzást. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv egész évben végez ilyen ellenőrzéseket, és mint az osztályvezető nyilatkozott, ezek célja nem a bírságolás, hanem a figyelemfelhívás, illetve az egészségvédelem. A szervezet az ellenőrzés mellett az egészségfejlesztő programokra is nagy hangsúlyt fektet. Egészségfejlesztő programokat szervezünk, hogy akik még nem szoktak rá, de nyilvánvalóan a csábítás nagy, ők megértsék azt, hogy miért ne tegyék, illetve tudjanak nemet mondani, mint ahogy minden más, sok minden más is van az életben, amire erkölcsi kötelességünk nemet mondani. A nem dohányzók védelméről szóló törvény 2012. januári módosítása óta több ezer vizsgálatot végzett a szervezet. A statisztika szerint egyre kevesebb a szabálytalankodó.